Martina Néptánc Együttes adta meg az alaphangulatot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 15. alkalommal megrendezett családi napjának. Annak ellenére, hogy mindenkiről csorgott a víz a 35 fokos hőségben, a programok iránti érdeklődés, a jó kedv és az aktivitás nem csökkent. Még az egyik szervező is táncra perdült, mozdulatait látva nem először ropta népzenére a táncot. A 800 kamarai tag és családtagjaik ezúttal a Szálkai strandot vették birtokukba. A gyönyörű és könnyen megközelíthető helyszín, valamint a fürdési lehetőség plusz hozadéka volt a családi napnak. Nem lehetett olyan kamarai tagot találni, aki ezt ne említette volna meg. Szekszárdiak vagyunk, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk a Szálkai strandon, mert ahogy elmondtam a Fischer doktornak, szerintünk a legjobb választás volt ez a strand, az eddigiek közül. Közel van, tehát tőlünk jönnek Bajáról is, a megyének a másik oldaláról is, tehát ez egy olyan központi hely, és hogyha valaki valamit elfelejt, akkor pillanatok alatt tudja pótolni, és a másik meg ez a tó, a vízibicikli, tehát egy olyan kánaán, meg nagyon tágas, nagyon szép. Mindenki azt mondja tőlünk is, meg akikkel eddig beszélgettem, hogy nagyon jó választás. A közel 40 fős szekszárdi gárdáról messziről lehetett látni, hogy összeszokott társaság. Természetesen nélkülük nem is lehetett megtartani a fűzőversenyt sem. Férjem most vitte el bírálatra a vegyes pörköltet. Miből készült? Marhalábszár, disznóhús, köröm, csülök, minden van benne. És hoztunk hozzá friss mindenféle kenyereket, zsemlekenyeret, tigriskenyeret, fehérkenyeret, barnakenyeret, hát így. És sütöttek a dolgozók, és mindenki így bedobta a közösbe. Szerintem az, hogy jó a csapat, tehát jók a munkatársak, jól érzik magukat a cégnél, ezt a vízhangot halljuk vissza. És mi is jól érezzük magunkat az ő társaságukba, tehát ez egy családi vállalkozás, amilyenk. Megbecsüljük egymást, kölcsönös szeretet, tisztelet van benne, és akkor szerintem az hozza már magával, hogy jól érezzük magunkat ilyen alkalmakkor. A programok sem rosszak, egyre elmentek a fiúk ez a buborék focira, ami fantasztikus volt, én még ilyet nem láttam. Megnéztük a színpadon is, de maga itt olyan a társaság, hogy szinte nem akarnak mozdulni, hanem mindenki beszélget mindenkivel, vízibicikliznek, délutánra tervezzük a közös fürdőzést. Úgyhogy tényleg, szerintem igen, mindig az utolsók között szoktunk eltávozni a helyszínről, úgyhogy csak gratulálni tudok a kamarának, hogy itt szervezte meg ezt a családi napot. Megítélésem szerint egy plusz hozadéka ez az egésznek, mert tulajdonképpen itt a társaság fogja eldönteni, hogy ez sikerült vagy nem sikerült. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy mit érünk el. Jó, szép és finom lesz. Ennyi. Hát a csapat az valójában egy fő hangsúly. A maga a programok az meg egy szenzációs, tehát ahogy ma is láttam, hogy a gyerekek az abba a labdába rúgták abba a gömbbe. Szóval azt mondom, hogy ahogy meg van szervezve, ez egy csúcs tulajdonképpen. Ez jó mindenkinek. Mi az, amit mindenképp ki fog próbálni? Buborék foci? Hát én a koromnál fogva nem biztos, hogy kipróbálom, de az úszást az biztos, hogy ki fogok próbálni. Igen. Vízibiciklit. Igen. A 35 fokos forróságban láthatóan jól esett hűsölni a vízben. Sokan ki is használták az év utolsó forró napját. Az ugrálóvára, meg a labdába bele kell bújni. Az
gyakorlatilag mindig 2-3 évenként szoktunk változtatni. Már lassan a fél megyét körbejártunk, most Szálkára esett a választás. Én úgy gondolom, hogy ez egy szerencsés választás volt. És hát a beszélgetve kollégákat, vállalkozókat, mindenki azt mondja, hogy jó választás volt az idei. És ez egy újdonság, ugye. Ebben az esetben víz is van, rendezvény is van, mind a felnőttek, mind a gyerekek megtalálják a helyüket számítást. Helyszínen vagyunk a Szálkai strandon, amit kibíreltünk, és itt csak a kamarai vendégek vannak most jelen pillanatban. Hát a hely adottságából adódóan ugye a vízesportra van lehetőség, így a fürdés, illetve a vízi biciklizés az, ami a résztvevőknek útszolgáltatásként megadatik most. Illetve hát a tavalyi programok ugyanúgy vannak, mint az idén, a légvár a gyerekeknek, a buborékfoci, a vizes foci, a szokásos síverseny, kötélhúzás, célbalövés, vízipisztoly és a többi program ugyanúgy megy, mint az előző években. A műsor még változatosabb az idén talán. Bartina Néptánc együttes bemutatóját nézhette meg a közönség, illetve Holló együttes adott egy órás műsort a gyerekeknek, illetve felnőtteknek is. A célja, mint minden évben most is a 15. alkalommal, hogy a vállalkozók eltöltessenek egy felhőtlen, gond nélküli napot, egymással beszélgetve, esetleg új barátságok, nehogy Isten, új üzletek is létrejönnek ezen a szép napsütötte napon. 823-an regisztráltak be, szerintem 8-900 közötti a létszám, hogy a Real Pilma rendezvényen részt vesznek. Ott jártunkkor rotyogtak a bográcsokban a finomságok, pörköltek és halászlevek. A pörköltre, ha nem csalódom, 560-an, a halra meg egy ilyen 100-120 főre neveztek be. A kamarai napra kisebb és nagyobb cégek is kitelepültek. Volt olyan vállalat, amelyik 220 dolgozóval érkezett a családi napra, és 3 különböző pörkölttel nevezett be a főzőversenyre. Becsülök és köröm pörkölt van, a másik az csak sima sertés pörkölt, a harmadik pedig malka. Paradicsom paprika már bent van. Uh-huh. Ízfokozót nem szeretjük, úgyhogy az nem lesz benne. Semmilyen szinten? Semmilyen szinten. Semmilyen kocka? Nem. Uh-huh. Csak hagyományosan. Az idei évben is elég nagy létszámmal tudunk jelen lenni itt a családi napon. Körülbelül 220-an érkeztünk Tamási Kopka ZRT képviseletében. Tényleg egy családi napnak gondoljuk ezt az egész rendezvényt, jól érezzük magunkat. Több főző kollega vesz részt a versenyben, és hát itt mellettünk látható, hogy 3 nagy bográsban, üsben fő a pörköld. Szeretünk részt venni az ilyen rendezvényeken, összehozza a társaságot, nem csak a hétköznapok munkája az, ami szükséges ahhoz, hogy összekovácsolódjunk, hanem az ilyen alkalmak is megfelelőek. Nem jártunk még Szálkán, mert itt van hozzánk közel. Örülünk ennek az új helyszínnek, nagyon szép, csodálatos helyszínen vagyunk, tetszik ez a tó, a fürdési lehetőség, a vízibiciklizési lehetőség, illetve a horgászat is, és maga a terület is gyönyörű. Volt, aki a napot horgászattal kezdte, majd halászlé főzéssel folytatta. Daróczi Nándor és 14 fős társasága is benevezett a főzőversenyre, ami idén Fabatkáért folyt. Halászlé. Most először az iparos találkozó, vagy már nem iparos, hanem a kamarai napokon, már idáig mindig pörköltet főzött a feleségem meg a vejem, de hát most úgy volt, hogy később jönnek, és akkor mondom, bevállalom én még a halászét, mert közben horgáztam is, most értem ide a horgászat. Még nem nyertünk, de a második helyezés az volt. Azt tetszik, hogy egy évben egyszer a kamara meghívja a vállalkozókat, és akkor még a családtagjaikat is el lehet hozni. Azt hiszem, hogy csak ez lesz, ez a kettő, a horgászat, meg az ifjúságon már voltak a rodeóbikán, meg körbenéztek, úgyhogy fabotkákat gyűjtöttek. Az idei évben még az is változás, ezt nem említettem, hogy nem adunk ki díjakat a versenyszámokban, abszolút.
hanem mindent Fabatkán lehet a végén egy licitálással megnyerni, tehát a versenyszámok helyezéseiért, résztvételért Fabatkát osztogatunk. Ez egy bizonyos pénz, nem, amivel a végén lehet majd különböző ajándékokat nyerni. Hát nem tudom felsorolni, itt a televíziótól, a futballlabdán keresztül nagyon sok minden van. És miközben rotyogott a főzőversenyre szánt pörkölt és halászni a bográcsokban, a gyerekek az ugrálóvárban és kézműves sátorban foglalták le magukat, szüleik pedig rodeóbikán, buborékfociban és egyéb sportversenyeken mérték össze ügyességüket. Többen igyekeztek minél tovább megülni a rodeóbikát, így növelve a csapat már megszerzett fabatkái számát. A nap végén ugyanis a csapatok a megszerzett fabatkákkal licitálhatnak különböző értékes háztartási gépekre. Már negyed célra vagyunk itt a családi napon, mindig egyre nagyobb társasággal érkezünk. Most hányan jöttek? Most 14-en vagyunk. 44 volt, és a 45 után járt volna a második fabatka, hát sajnos az egy másodperc az sokat jelentett itt. Úgyhogy felült rá? Hát szeretem a kihívásokat, meg az érdekes dolgokat. Nem először ül rajta? Nem először ül, tehát minden évben kipróbálom. Mindig talán egy 3 másodperccel tovább bírom, most ennyi sikerült. A dombóvári csapat igen aktívan töltötte a délelőttöt, meg 50 fabatkát megszerzett délig. Tavaly kávéfőzőgépet, meg sörcsapolót vittünk el, majdnem a fődíjakat. Jól érezzük magunkat. Mi a főzőversenyen szeretnénk még jól szerepelni, egy nagyon finom vegyes pörkölttel, aminek titkos receptje van. Akkor meg se kérdezem, hogy mi az, ami benne van. Nem is árulnám. Bár Máté csak 11 éves, gyakorlottan pattan föl a rodeóbikára, családjával negyedszerre vesznek részt a kamara családi napján. Már 30 másodperc, igen, 40 másodpercnél begyorsul, akkor már nehéz. Ennek ellenére neki 49 másodpercig sikerült megülnie a bikát, teljesítménye 2 fabatkát ért. A fiúk az összes versenyre beneveztek, a cél minél több fabatka megszerzése. Ingyen vannak a programok. Aha, mi? Hát például ez a bikarodeó, az íjászot, a foci, meg az a vízipiszta is. Meg az a gömbfoci, meg mind. Tehát tetszik az a foci, igen. Mi az, amit még ki akarsz próbálni? Hát igazából mindent ki szeretnék, hogy minél több fabatkám legyen. A barátommal összedobjuk a fabatkákat, és valami nagy tárgyak szeretnénk. A buborék foci és a vízen lebegő buborék, abban pörgő gyerekek képe igen látványos, de lássuk is, hogyan is bocsátják vízre a buborékot. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara családi napján a vállalkozók természetesen a problémákról is szót ejtettek. A kamara elnöke azt mondja, kevesebb a vállalkozó Tolna megyében, mint néhány évvel ezelőtt. Voltak, akik kénytelenek voltak feladni a vállalkozásukat. Másrészt, hogy van egy generációváltás. Ez azt jelenti, hogy az első generáció az most már nyugdíjba kezd menni, és helyettük sok esetben sajnos nincs utánpótlás. Tehát nem annyi vállalkozó kezdi a tevékenységét, mint amennyien abba hagyják, nyugdíjba mennek egyéb okok miatt. A munkaerőhiány is hatalmas problémát okoz a cégeknek, különösen a kereskedelmi szektorban. Már tavaly decemberben is meghongatták a vészharangot, hogy folyamatosan nő az üres álláshelyek száma a kereskedelemben. Míg 2013-ban 1700 körül volt a betöltetlen álláshelyek száma a hivatalos statisztika szerint, addig 2016-ban már 4800 üres álláshelyről szóltak a statisztikák. 2017 nyarán pedig történelmi rekordot döntött a szakember hiány. Először emelkedett 5000 fölé a betöltetlen álláshelyek száma. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a megyében is tapasztalják a vállalatoknak veszteséget okozó problémát. Most is a kereskedelem, az építőipar és az egészségügy a hiányszakmák élén van, ugyanaz. Már évek óta, de egyik részről az is látható, hogy hiány van, másrészről vannak olyan dolgok is, hogy nem akarnak azokban a szakmában elhelyezkedni. Ezt látom én a nagyobb gondnak. Mi a Coop csoporthoz tartozván azt mondhatom, hogy ebben az évben pozitív dolgokról tudunk beszámolni. Lehetőségünk adódott 3 új üzletet tudtunk nyitni az első fél évben, illetve átcsúszva a második fél év elejére.
egy üzletet Ozorán, egy Coop ABC-t, egy Coop Supermarketet Csimontornyán és egy Coop ABC-t Pincehelyen. Úgyhogy azt mondhatom, hogy a nagyvállalati kategóriába léptünk át, közel 260-270 főt foglalkoztatunk, és hát azt tudom elmondani, hogy a számításaink bejöttek erre az évre, növekvő forgalmat tudunk realizálni. Bennünket is sajnos megtalált ez a nehéz munkaügyi helyzet. Még elmondhatom, hogy talán ugye a település szerkezetnek köszönhetően megbírkózunk ezekkel a problémákkal, de már érezhető, hogy a nagyobb városok körzetében az elvonás, a munkaerő elvonás az látszik. Hát igen, mindegyik üzletünkben új munkatársokat kellett fölvegyünk. Én azt mondom, hogy szívesen jöttek hozzánk, sikerült megtalálni a munkatársokat, inkább ahol problémával küzdünk, azok a legkisebb falvak, ott az egy vagy két létszámos üzletek, oda találunk nagyon nehezen munkatársokat. Mi megtaláljuk nagyon nehezen a munkatársokat, ahogy az előbb említettem, inkább csak a kisebb falvakba küzdünk nagyon nagy nehézségekkel. Hát bizony nyugdíjasaink nekünk is vannak, sőt diákmunkát is ilyenkor nyáron igénybe veszünk, és hát igyekszünk pályázatokkal valahogyan előre vinni, illetve beruházásokkal segíteni a minél könnyebb munkavégzést. Lehetőség szerint próbálnánk saját magunknak kinevelni az utánpótlást, ha van rá mód természetesen, ez miatt igyekszünk szövetkezni a környező iskolákkal, Tamásiban is, illetve Szekszárd vonzás közvetében. Megpróbáljuk ezt a fajta módszert. 3 év alatt megháromszorozódott a betöltetlen álláshelyek száma a kereskedelemben. Ráadásul a cégeknek a nemzetgazdaságon belül más ágazatokból nem lesz nagy esélyük munkaerőt toborozni, mivel szinte mindenütt hiány van. Az idei első negyed évben csak a versenyszférában 43 ezer betöltetlen álláshelyet tartott nyilván a Központi Statisztikai Hivatal, ami soha nem látott szintet jelent. Szakmai szervezetek 100 ezer és 200 ezer közé teszik a betöltetlen álláshelyek számát jelenleg. Lehetett itt hallani ukrán vendégmunkások és bevándorlók foglalkoztatásáról, nyugdíjasok visszafoglalkoztatásáról, valamint megváltozott munkaképességűek munkára fogásáról is. Hát itt egy érdekes dolog lett, ugye? Először is Magyarországon mindenki arra gondolt az első időszakban, hogy sok olyan hely, vagy sok munkaerő van, és kevesebb a munka lehetőség. És hirtelen megváltozott az egész. Az oka, hogy 600 ezer ember egyszer elment az országból, ami jelentette, hogy gyakorlatilag a legképzettebbek, illetve a legrugalmasabbak, és így is mondhatnám, elmentek ezzelől a területről. A másik, ami szerintem itt felmerült, hogy gyakorlatilag bizonyos szakmákban nem akarnak elhelyezkedni az emberek. Ez elsősorban ami a fizikai, nehéz szakmákban, illetve vannak olyan szakmák, ahol nincs megfelelő képzés. Itt például például az informatika bejön. Na most ez egy többféle megoldást kell összehozni ahhoz, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Én abban látom, hogy egyrésztről a béreket mindenképpen emelni kell, de ott, ahol ez igényli is a szakma, hiszen ha látjuk azt, hogy hiába akarunk olyan szakmákat honorálni, ahol nincs termelékenység, de viszont ahol van, ott meg kell adni, és ez egy fokozatos nyomás lesz alulról. Én úgy gondolom, hogy a következő 5-10 évben a magyar bérek jelentősen föl fognak zárkozni, és nincs is más lehetőségünk. Ott, ahol viszont nem, ott van a gond, hogy azok a szakmák lehet, hogy meg fognak szűnni is, illetve azok a vállalkozások. De én úgy gondolom, hogy egy fokozatos emelkedés után szerintem mi lassan-lassan felzárkozunk, de nem csak magyar probléma, hiszen az egész Kelet-Európa gondja. Termelékenységben Csehország bőven előttünk van, de például minimálbérben meg hátunk mögött van. Tehát akkor érezhető, hogy ebben van egyfajta mesterséges dolog is. A munkaerőhiányról számaink nincsenek, mert ez állandóan változik. Eleinte azt tartottuk nyilván, hogy mennyi a munkanélküli, és az volt itt a fő probléma, hogy bezzeg milyen magas a munkanék. Ma már egy 4-5%-nál tartunk a munkanélküliségnél, azt meg teljes foglalkoztatás jelent a 4%, tehát ahhoz kezdünk közelíteni. Ebből látszik, hogy nincs gyakorlatilag itt
aki el akar helyezkedni, az el tud helyezkedni, illetve az átképzéseket át tudja magát képezni. Nem könnyű feladat ez. Az idő elindul. Nem mindenkit lehet átképezni, ez a gond, ugye? Az egyik ellenzéki párt a bérunióért harcol. Ők úgy vélik, hogy azért vándorol ki annyi fiatal a külföldi országokba, mert nem tudnak itthon eleget keresni. A bérunióval nekem az a véleményem, hogy az gyakorlatilag ez egy jó elképzelés, de rendkívüli sok adóterhet fog jelenteni a vállalkozásnak, hiszen ahhoz, hogy bér legyen, azt meg kell termelni. Na most itt a termelékenységünket kéne növelni, sajnos a termelékenységünk továbbra is elmarad a nyugati szférától, elsősorban Nyugat-Európától. Az igény az mindig jogos, mert ugye hát a bér mit jelent? Jövedelmet. Az jó lenne, hogy a lakosság jövedelme nőne, akkor a belső kereslet is nőne, mert a legtöbb fejlettebb országban nem a termelésből van az a plusz jövedelem, ami lecsapódik, hanem gyakorlatilag abból, hogy nagy a belső kereslet. Náluk meg nagyon alacsony még jelenleg is. Az iparkamara elnöke a családi napon kiemelte, fel kell készülni arra, hogy a technológia előretörésével teljesen átalakul a munkaerőpiac, és erre a vállalatoknak fel kell készülniük. Számos kezdeményezés volt mindenkinek az elmúlt időszakban. Mindenki keresi az utat. Egyáltalában hogyan megy a jövő? Az most már látható, hogy 2030-ig a szakmák 40%-a el fog tűnni. Tehát teljesen másfajta hozzáállást kell produkálni mindenkinek, és ezért mennek a különböző jellegű javaslatok, kezdeményezések. Nem minden esetben célszerű mindent előre gondolni, de én úgy gondolom, hogy azok a vállalkozók, akik a jövőt építik, és ez elsősorban a fiatal vállalkozók, azoknak át kell gondolniuk, hogy mit is szeretnének, hiszen a szolgáltatás területén is fognak megszűnni, de az ipar területén és a kereskedelem területén is bizonyos formák meg fognak szűnni. Ez most már látható. Ha nézzük a kereskedelmet, hiszen ma már egyre több az üzleten kívüli kereskedelem, az online dolgoknál viszont az is látható, hogy az adminisztráció az gyakorlatilag központosítva lesz, tehát itt átveszi a kormány számos szerepet. A kamara a cégvezetők digitális tudásának bővítését tűzte zászlajára idén, amikor szakmai napokat szervezett szerte a megyében. Ezekre nagy szükség is volt, mondja az iparkamara elnöke. Ez mindenképpen kell csinálnunk, mert gyakorlatilag lassan az egész adminisztráció rááll az informatikára. Várhatóan ez még bővülni is fog, tehát gyakorlatilag ez egy olyan tevékenység, aminek nagyon nagy a perspektívája, és hát a régebbi vállalkozóknak ez bizony nehézségeket okozott, és még okoz is, és ezért nem is hagyjuk abba ezt az informatikai továbbképzésnek nevezhető napokat, és szeretnék, hogy minden vállalkozó megismerje az informatikát, hiszen a jövő. A robotika, az informatika ad a jövő. Ennek vannak pozitív vonásai és negatív is, hiszen a robotikában várható, hogy számos szakma meg fog szűnni, az informatikában pedig meggyorsulnak a folyamatok, tehát ehhez fel kell készülni mindenkinek. Gyakorlatilag ez teljes, nem is lehet felsorolni. Körülbelül tudjuk, hogy a 40%-a meg fog szűnni a jelenlegi összes szakmának, tehát nem lesznek ilyen szakmák. Láthatóan például a szerszámkészítéstől kezdve a vendéglátás és egyéb területeken is belép az informatika, illetve a robotika. Nagyon nehéz lesz erre. És a másik gond, ami most már nyugaton már felmerült, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik ebben a területen dolgoztak, tehát hogy ezeknek a foglalkoztatása hogyan fog megoldódni. Ez is egy komoly gond. Például Németországban gyakorlatilag robot adót akarnak kivetni azokra a cégekre, akik már túl magas a robot technika. A szervezők azt mondják, igen nagy a valószínűsége annak, hogy 2018-ban is a Szálkai strandon rendezik meg az Iparkamara családi napját.